és aztán jön az augusztus a Porcénkulával, valamint a Jászai Mari Színház 10 napos színházi sorozatával. Régi hagyományt szeretnénk feleleveníteni, hiszen Tata mindig híres volt arról, hogy nyáron pezsgő szellemi és kulturális élet volt a két világháború között legalábbis. Szeretnénk egy tatai nyári fesztivált, tatai nyári színházi napokat útjára indítani, egy 10 napos rendezvénysorozatot, amelyben minden van a szószoros értelmében. Augusztus 10-én a Kőműves Kelemen című rockballadával kezdődik, aminek az az érdekessége, hogy ez Tata város közreműködésével került színre, hiszen Tata komolyan támogatta ezt a produkciót, és tavaly egy előadásban láthatta a közönség a szabadságot. Óriási sikere volt. Így van, és azóta is műsoron tartjuk, nagyon szeretnénk akkor ezt újra megmutatni, hiszen nagyon sokan nem tudtak tavaly eljönni. A színházi produkciók közül a Posgai Zsolt Szeretlek Faust című ősbemutatója, ami Mindszenti életéről szól, ez talán egy picit komolyabb darab, az Ágacska című zenés mesejáték, a Király Kabaré című kávéházi est, az Apró Szentek című Boldizsár egy felvonásos, ezek a, és a Csapodár Madárka természetesen, mint nyári középkori vásári komédia, egy szabad szájú, szabad stílusú, humoros, kacagtató előadás. Ez a gerince a programnak, de emellett természetesen Cserháti Zsuzsa koncert lesz, Edda koncert lesz, F. Zámbó koncert lesz, és fellépnek a helyi együttesek is, tehát a tataiak, a facér, az avion, a tatabányaiak, tehát lesz egy rock nap, amikor csak a zenekaroknak adunk bemutatkozási lehetőséget. Helyszín? A helyszín itt, ahol vagyunk, a Tatai Vár udvara, az Amstel vonul ki sörsátrakkal, lesz halászléfőző verseny, a gyerekeknek kézműves foglalkozás, báb előadás, tehát folyamatosan zajlanak a programok, délelőtt 10 órától hajnal 2-ig. Belépők. Hídpénz és kapupénz lesz, ez 10 és 20 forint, tehát amikor bejön az ember a kapun. Ezért a délelőtti rendezvényeket, a kirakodóvását, a büfét, a kiállítást, ezt elfelejtettem mondani, hogy a törökkori átjáróban pedig kiállítás lesz, képzőművészeti kiállítás folyamatosan. Tehát a nappali programokra 10-20 forint a belépő, és az esti színházakra 250 forint a felnőtt jegy, 150 a gyerekjegy, de 1000 forintért olyan bérletet lehet majd vásárolni a művelődési házban, amelyik mind a 10 estére jogosít belépésre. Programban tehát nem lesz hiány. Nagyon sokan találkoztak már önök közül Hardi András néval. Néhány évvel ezelőtt készítettünk vele egy hosszabb portrét, és hogy miért hoztuk ismét vissza ide Tatára? Nos, azért, mert Hardi András né, aki Csuhé Fonó volt, emlékeznek a kiállítására is, elsőként itt Tatán mutatta meg magát és műveit a csodálkozó közönségnek, mert hogy mi mindent lehet Csuhéból készíteni, ezt eddig nem is sejtettük. Azóta már művésze lett a hobbiának. Először Csuhé babát a nagymamámtól láttam, hogy készített. De aztán úgy elfelejtődött az egész, és amikor már óvónő voltam, és Tokodon jártam az egyik óvodában, ott láttam egy Csuhé babát, nem is egyet, nagyon sokat, csodálatosan szép volt, és annyira megragadott, hogy azt mondtam, hogy nekem feltétlen muszáj ilyet készíteni. És ott vásároltam egyet, de mivel nem tudtam elmenni továbbképzésre, ahol meg lehet tanulni végül is az elkészítését, a technikáját, ezért hazajöttem, és szétszedtem azt a babát nagyon óvatosan, hogy hogyan készül, megnéztem, és aztán utána megpróbálgattam én is, hogy elkészítsek egyet. Az első nagyon nehezen készült, egy egész délutánomba került, amíg elkészítettem, de végül is akkora lett a sikerélmény, még a férjem is megdicsérte, pedig nagyon szigorú ember. Én nagyon sok időt töltöttem falun. Azt egyszerűen nem lett. Aki nem nőtt falun föl, és nem töltött húzamos időt faluban, az talán nem is tudja, hogy milyen csodálatos dolog
amikor az ember annyira közel kerül a természethez. Egészen más, mint a város. Azt hiszem, hogy egy gyereknél például nagyon fontos az, hogy természetes anyagokkal foglalkozzon, és ezzel tanítsák meg először bármilyen apró kis kézimunkára, mert én, például ha a csuhét megszedik a földön kint, a kukorica földön, ez már maga, hogyha az a gyerek megszereti ezt a kézi munkát, ez én szerintem ott kezdődik a hazaszeretetre nevelés. Csuhéból nagyon sok mindent el lehet készíteni, de a mozdulat az, ami az érzelmeket kifejezi. Attól függ, hogy rendezgeti össze maga az ember, tehát az ember azt a csuhét, de szomorúságot, öregséget, haragot, bánatot, büszkeséget, szeretetet, szegénységet, mindent ki lehet vele fejezni. Ezért is nem készítek arcot meg szemet a babáknak, mert a mozdulattal fejezem ki az érzelmeket, és mindig attól tartok, hogy ha arcot is rajzolnék nekik, akkor esetleg az arc kifejezése nem lenne összhangban a magával a mozdulattal. Amikor ezeket a babákat készítettem, ez nagyon rövid idő alatt elkészült. Nem is gondolkodtam rajta, hogy nem is gondoltam arra, hogy én valaha is ilyet fogok készíteni, vagy csak úgy egyszerűen csak elkezdtem csuhébabákat készíteni, és akkor ráültettem őket egy fatörzsre. És utána eszembe jutott, hogy Jesszusom, hát van nekem egy szomszédasszonyom, aki mindig, mert én nem szomszédolok egyáltalán, aki mindig hozza nekem a híreket. Olyan jó beszédes, és mindig mindenkiről mindent tud. És akkor ideültettem két lányt a fatörzsre, és akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy ideültetem a szomszédasszonyomat, ahogy súgja nekünk a híreket, mi pedig élvezettel hallgatjuk. Amikor ezt készítettem, azt teljesen átéltem azt az egészet. Szörnyű volt például fölszegezni, vagy rátenni magát Jézust a keresztre. Az olyan borzasztó rossz érzés váltott ki bennem, és olyan nehezen sikerült fölragasztanom, vagy fölszögelnem a kezét például, hogy mert volt ott egy olyan római katona is, amelyik fogta a kalapácsot, és verte a szöget, és Jézus kezét a keresztre. De olyan borzasztó rossz érzéseket keltett bennem, talán ez volt az egyetlen, ami nem jó érzést váltott ki belőlem, amióta csuhébabákat készítek, hanem kifejezetten rossz volt, szörnyű volt. Tulajdonképpen nekem az életemet jelentik ezek a babák. Az életem egy része tulajdonképpen az a csuhézás. Minden szabadidőmet ezzel töltöm. Olvasok, és ezekkel töltöm, ezeknek a készítésével. Egészen kitágult a világ. Nagyon sokat hozzáolvasok például, mielőtt elkészítek. Mikor elkészítettem a magyar történelem szenti avatott alakjait, Istvánt, Imrét, Erzsébetet, Margitot és Lászlót, akkor nagyon sok olyan könyvet elolvastam, ami életközelbe hozta őket. Hardi Andrásnén változtatott-e valamit? A személyiségén, a természetén, a dolgokhoz való viszonyán az, hogy ilyen babákkal foglalkozik? Azt hiszem, igen. Igen. Talán az ember egy kicsit, ugye nem veszi szerénytelenségnek, talán jobb lesz. Azt hiszem, hogy ez a legnagyszerűbb dolog a világon. Az ember megtalálja a belső lelki békéjét. Mosolyogva nézek az emberekre, ők viszont mosolyognak rám, és elhisszük egymásnak, hogy nagyon fontosak vagyunk egymás számára, és azt hiszem, hogy ennél nagyszerűbb dolog nincs a világon. Nagyon sok barátom lett a babákon keresztül, rengeteg sok barátra tettem szert, és nem is találkoztam még olyan emberrel azóta, mióta a csuhébabákat készítem, aki ne szeretettel vett volna körül. Én nyugodtan állíthatom, hogy én nagyon jól érzem magam a bőrömben, és én igen, egy nyugodt, elégedett ember vagyok. A felvételeket Zömbik Nikoletta, tatabányai operatőr kolléganőm készítette, ez lesz a Vizsga filmje.
Jó estét kívánok! Kedden 19 órakor megint a Tatai Televízió sportmagazinjában találkozhatunk. Ma esti választékunk Dunai programajánlat, vasárnapi vízikörkép, foci és kézilabda. Tegnapi adásunkban már láthatták a Révalmási környezetvédő táborról szóló filmünket. Mivel nagyon közel van hozzánk ez a táborhely, és nem került túlságosan sokba sem, ezért megkértük a tutajosok elnökét, hogy beszéljen a lehetőségekről, hogyan is lehet oda elmenni. Dunaalmáson is megkezdődött a vízi évad. A szezonnyitó után tulajdonképpen ez volt a legnagyobb rendezvény. Idáig úgy néz ki, hogy az év legnagyobb rendezvénye is, ez a környezetvédő tábor, ami most ért véget, most vagyunk itt a záró rendezvényen. Ez egy hétig tartott, a Kisbéri Bánki Donát ipari szakmunkásképzővel közösen végül is egy ilyen vízi centrumot hoztunk létre itt a Dunaparton. Talán nagyképű így, hogy létrehoztunk, inkább rendbe hoztunk, kialakítottunk olyan komfortos kikötőhelyet, amit mindenki idáig is használt, így ezután talán szívesebben fognak használni, környékből is ide fognak jönni a vízisportot szeretők. Kit kell keresni, ha valakinek ne adj Isten kedve támadna itt Dunaalmáson, a szigeten táborozni, kempingezni? Hát sajnos székházunk nincs, illetve fix telephelyünk nincs. Azt tudom javasolni, hogy Dunaalmáson, aki ellátogat, akkor a tutajosokat kell keresni. Most már van egy ideiglenes jellegű szórakozóhelyünk, ahol általában megtalálhatóak vagyunk. Ez esetben akkor hangozzék el a helye, a neve. Ez a Dunaalmási Máté kertsőröző, ahol tulajdonképpen a tagok összejönnek rendszeresen, és innen lehet a hajóinkat is elvinni, kölcsönvenni, és mi is innen szoktunk indulni a kisebb-nagyobb vizitúráinkra. Mi valósult meg a tavaly kitűzött tervekből? A tavaly kitűzött tervekből annyi valósult meg, hogy az Egyesület most már folyamatosan működik, elég nagy a pezsgés itt Dunaalmáson. Ami nem valósult meg, azt sajnos fájó szívvel kell elmondani, hogy nem sikerült egyelőre még a török malmot megszerezni. Úgy néz ki, hogy ez már ismét finisel, tehát jó úton járunk, de még nem. Ezt az energiát, amit most erre a táborra fordítottunk, akár már arra is fordíthattuk volna, akkor talán már tető alatt is lenne ez a malom. Azt hiszem, ez szerencsésebb választás volt, nem? Igen. Ez a sziget, ez valamivel nagyobb. Azt hiszem, a vízitúrázók, illetve a vízisportot kedvelők, azok a kisé nomádabb életmódot jobban kedvelik. Lehet, hogy ezzel talán jobban járunk. Akkor biztathatjuk a tatai természetbarátokat, természetjárókat, túrázókat, kempingezőket? Igen, arra kell őket biztatni, hogy jöjjenek Dunaalmásra, és itt Dunaalmáson ezt a szigetet használják, élvezzék ők is. Tehát akkor fel lehet kerekedni. Párbajtőrözők Nagykanizsán vendégszerepeltek a 17 évesek a kadettek vidékbajnokságán. A mireltásoknál az 50 induló közül az egyéniben 5. helyezett lett Fehér Gergő, aki 84-es születésű és a 80-as felső korosztállyal együtt versenyzett, dicséretes teljesítmény. A csapatban 8 induló volt, második a Mirelta VSE csapata, Paska, Mester és Fehér összeállításban. A lányok a csapatversenyben indultak, csak a 7 résztvevő között győzött a Mirelta, mégpedig a döntőben 45-40 arányban legyőzte a Tapolca együttesét. A csapat tagjai voltak Laborc Izabella, aki 13 éves, Tóth Brigitta 14 éves, Lerman Zsuzsa pedig 15 éves. Hölgyeknél nem illik a kort hangsúlyozni, de hangsúlyozni kívánom még egyszer, hogy a kadett bajnokságról volt szó, tehát 17 év volt a felső korhatár. Ilyen fiataloknál 1-2 év ide vagy oda nagyon is számít. Ez volt egyébként nagy fegyvertény, szól a tudósítás, ez volt az utolsó versenye a mireltásoknak. Az augusztusi edzőtábor előtt, mint Szikra István elmondta, még a tanítványai lefutják a minimaratont. Előtte azonban másfél hónap pihenő jön. Vasárnap délutára kicsit enyhült az idő, kiréztünk az öreg tó partjára. Régi jó sportismerősünk, Kizsán Máriusz úr, üdvözlöm! Hova mész? Jó kérdés, megyek egy körtet.
Milyen gyakran edzel te itt? Hát heti kétszer, maximum háromszor ráérek. Ez valami készülés? Hát nem, csak rosszul vagyok, ha nem látom egy napot tavat. Valamilyen formában mindig lejövök. És te milyen szemmel látod ezt az öreg tavat? Nagyon, hát milyen szemmel? Most egy kicsit könnyesen. Milyen szemmel? Hát mindig más arcát mutatja, szélben, napsütésben, viharban. Mivel tudunk mi tataiak jeleskedni itt a sportban, kirándulásban? Hát én véleményem hát a vizek csak a tóra rá kell nézni, most is a tele vannak szörfel, vitorlásokkal, a csónakázók, ugye azok, a bátrabbak, azok talán kimernek menni azért a nagy szélbe. A futás, más nem mondjak, hát rendszeres futók vagyunk, versenyre jártunk, ugye. Hát semmiféle biztosítás, ma úgy értem, közlekedésben nem kell ide, rendőri biztosítás nem kell. A legjobb adott szerintem a megyébe, de ország egyik legszebb olyan része, ahol mondjuk ilyen szabadidő futásokat, versenyeket, tömegsportot lehet rendezni. Elnézést kérek, hogy megzavarom itt a családi idillt. Jó napot kívánok! Mi lesz itt most? Egy családi kirándulás. És gyalog? Nem, most hajókázni fogunk, azt hiszem. Előre betervezett programpont? Nem. Nem előre. Nem akarom nagyon rabolni az idejüket, mert látom, hogy a hátam mögött már kikötéshez készül a hajó. Jó szórakozást kívánok! Köszönöm szépen! Egy pillanatra jöjjön már ide félre hozzám. Tessék egy pillanatra, csak egy nagyon rövid interjú. Honnan jöttek? Tatabányáról. Ez egy rendszeres program? Nem, nem. Nagyon régen voltunk már. És milyen belülről? Tata vagy a hajó? Nem, az egész. Tetszik nagyon. Tetszik. Igen. Kivel volt? Kislányom, két kislányommal meg a férjemmel. Jó szórakozás volt ez? Igen. Hát akkor viszontlátásra. Viszontlátásra. Köszönöm szépen. Az idei év jó volt, rengeteg kiránduló volt, az ország minden részéből volt a kirándulóink, úgyhogy még Tisza-Kécskéről is. Sokan megkérdőjelezték a létjogosultságát a hajónak itt a tavon. Hát én nem tudom, sok ember meg azt mondja, hogy el se tudná képzelni a tavat hajó nélkül. A kapitány mit lát belülről? Én a szép tájot, kedves embereket. És a csúnyát? A csúnya emberre is szépen beszélünk, megpróbáljuk szépért tenni beszéddel. És a csúnya jelenségeket, mert bizonyára vannak belülről is olyan jelenségek, bentről láthatóak, amit bentről igazán jól lehet látni, így van? Hát, igen. Hát erre megint csak azt tudom mondani, elcsépő téma a vandalizmus, amit még a hajóról is lát, sajnos. Onnan is látszik. És a víz milyen állapotban van? Én szerintem a víz fürdésre alkalmas, és én a polgármesteri hivatalnak ezt a kijelentését, hogy a zuhanyozókra nincsen pénz, hogy megnyissák, én ezt helytelennek tartom. Mert azt mondják, hogy nincs tiltva a fürdés, ha nincs tiltva a fürdés, akkor gondoskodjanak arról, hogy a fürdés után valaki le tudjon zuhanyozni. Ez egy alapvető dolog. Mert mikor a Dunán betiltották a fürdést, ott is azt mondták, hogy nem ajánlatos, illetve ajánlatos utána lezuhanyozni. Hát ennyit legalább a városért. Nem rabolom tovább az idejét, mert itt mögöttem nagyon izgatottan sorban állnak. Jó utat, kapitány! Köszi szépen! Két előzetes a hétvégére, fogadhajtó verseny lesz péntek, szombat, vasárnap, úgy mint pénteken a tacpályán, szombaton a Lovarda környékén, vasárnap ismét a tacpályán. 13.30, 11 és 14 óra kezdési időpont, érdemes kilátogatni, azt hiszem. Még egy előzetes, úgy látszik a Vízzene Virág Fesztivál előtt azért kezdjük beüzemelni városunkat rendezvényekkel. Vasért Tata maraton és maratonváltó lesz június 22-én, vasárnap, 10 órakor az építőparkjában, ahol a csapatok 6 kört futnak, egy-egy ember fut egy kört, ez adja összeadva a maratont, a vállalkozó szelleműek pedig egyedül futják le a 6 kört. Tehát az egyéni maraton rajtja 10 órakor, a váltóé pedig 10 óra 15 perckor. Természetesen erről majd beszámolunk részletesen.
A TASZ labdarúgó csapata már megnyerte a bajnokságot, készül az NB3-ra. Az volt a hétvégén a kérdés, vajon meg lesz-e a 99. után a 100. gól, egyáltalán kirúgja azt. Az ifik megadták az alaphangot, 18-at hintettek az ellenfelüknek. Kassai Viktor játékvezető Sipszavára 400 néző előtt Marosi László az alábbi csapatot küldte a pályára. Bán, Cakó, Németh Tamás, Kmelovics, Kozár, Vajda, Kele, Incédi, Ferkó, Ayerhammer és Mártonfi. A Sári Sáp több kezdő játékos a két sárga lap miatt pihent, így a 6. helyen álló vendégek elsősorban a védekezést szervezték meg alaposan és kontrákkal próbálkoztak. Meg is látszott az első félidő képén ez a stratégia. Meddő Tac mezőnyfölény, gól nélkül. Csíkosban a mieink. Sári Sápi szabadrugás az első félidő 43. percében. Elég messze van, van vagy 40 méter. Azért elvállalja. Pokriva. Egy figura középre ível. És itt a gól. A hideg zuhany. Úrás, a rendbefetésre a mérkőzés első félidő. Utolsó 11-es számú Malárik megszerzi a vezető gólt. Mindenki várta a 100. TASZ gólt, helyette megjött a Sári Sápiak vezető gólja. Röviddel az első félidő lefújása előtt 1-0 vezet az ellenfél. Mellette ott van Kele, nem ő kapja, Kmelovics. Ígéretesen száll fölfejjel, Márton légi csatája. És ebben a pillanatban nagy meglepetésre az ellenfél vezet 1-0. Második félidő második percében járunk, továbbra is támad a TASZ. Incédi középütt, lepattan a labda, még mindig nála, a lukon Bogárhoz kerül, Bogár eltolja a kapus mellett, és itt a TASZ 100. gólja. Szerzője Bogár Jenő. Szabadrugás a 8. percben, Bogár éveli be ballal. 11-es pontnál Kele fejjel, és itt a második, 2-1. Tehát a második félidő 8.-9. percében megszerzi a vezetést a TASZ. Egy nagy szóló, és egy hatalmas lövés, és ott a gól. A gól szerzője pedig 8-as számú Vajda, csodálatos gólt lőtt. Szép csel Csezsolt részéről. Kmelovics teljesen egyedül, kiléphet a lukon, meglövi keményen, hatalmas gól. Itt a negyedik gól. A második félidő 29. percében Kmelovics jobblábas lövésében 4-1. Egy nagy lövés és egy nagy gól. Itt van az ötödik. Incédi Lajos a szerzője. Nát Mártonfi. Kmelovics lekeresztez. Itt van mellette Csezsolt, Maszlavér beindul, Meló középre adja egy fejes, és egy csodálatos gól attól, aki nagyon akart gólt szerezni, Mártonfi. Németh Tamás fejjel, egy balett mozdulat Bogártól, Incidi megtáncoltatja a fején, Kozár, Ferkó ugrása készen, még mindig Kozár, pattog a labda Incidi, most kerül ki. És ebben a pillanatban Kassai Viktor játékvezető véget vet a mérkőzésnek. Tehát 6-1 arányban győzött a TASZ labdarúgó csapata. A búcsú mérkőzés idegenben következik. A következő mérkőzés tehát itthon NB3-as mérkőzés lett. Maradjon búcsúzóval az eredmény. TASZ Sári Sáp 6-1. Gólövők Bogár Kele, Vajdak, Melovics, Incédi és Mártonfi. Foci után pedig kézilabda, köszöntöm a stúdióba a TASZ NB2-es női kézilabda csapatának szakosztályvezetőjét, Gazda Pusztai Sándort, Kassa János vezetőedzőt és Villám Zsuzsit, a játékost külön kihangsúlyoztat, hogy Zsuzsit. Kezdjük a szakosztályvezetővel az érdeklődést. Mi volt az őszi célkitűzés, tehát az idény elején? Az igazság, hogy nagyon nehezen kezdtünk hozzá az évhez, tekintettel, hogy tavaly még önálló klubként működtünk, három kérdés merült föl: a fennmaradás, a megszűnés. A fennmaradásnak két lehetősége volt, vagy a THC keretében Tatán maradunk, vagy pedig a Tatabányai Sportegyesülettel egyesülünk. Ez utóbbinak én nem voltam híve, tekintette, hogy elég nagyon fiatal a csapatunk. Ez a csapat végül is azt választottuk közösen,
hogy a Tatai Honvéd Atlétikai Klub színeiben folytatjuk az MB2-ben, mert még mi Tatai Kézilabda Klub kiharcoltuk az MB2-be jutást. Szerencsére, és most itt köszönetet mondok a Tatai Honvéd Atlétikai Klub vezetőségének, kiemelten Komáromeri Lajos úrnak, aki teljes mellszélességgel támogatta ezt a lehetőséget, illetve megadta nekünk ezt a lehetőséget, hogy bizonyítsunk. A feltételünk az volt, hogy ez a nagyon-nagyon fiatal, hangsúlyozom, közel 17 éves átlagéletkorú csapat az MB2-ben maradjon bent. És azt mondom, nem tudom, megcáfolnak itt a többiek, hogy ezt a célt a csapat elérte, biztos bennmaradó, tehát nem kieső helyről, a 8. helyet értük el, egyetlen egy ponton lemaradva a nagyon-nagyon szép 5. helyről. Egy rutintalan kezdő MB2-es csapattól azt hiszem, hogy ez a cél volt az, amit ki lehetett tűzni. Ezt a célt elértük, én ezért csak köszönetet mondok mind az edzőnek, mind pedig a lányoknak. Akkor elhangzott az edző neve. A bajnokság elején az edző, mikor átvette a csapatot, úgy tudom, akkor vette át a csapatot. A játékos anyagot alkalmasnak ítélte az MB2-re? Hát végében a kezdet az nehezen indult, mivel hogy 6 játékossal kezdtünk. De hát mire a felkészülés végére azért összejött egy csapat, amelyiknek a megmérettetése a bajnokság elején történt. Bekünkre rögtön kifogtuk a legnehezebb csapatokat. Név szerint, tehát Tatabánya, Szombathelyi, Tanárképző, Győr, Komárom, és ezek végeztek lényegében az első 4 helyen. Utána viszont már úgy éreztem, hogy a lányokban már kialakult egy annyi rutin, hogy azért a többi csapatokat úgy lényegében már tudni fog, vagy hogy mondjam neked, tehát tudták fogni őket, és fokatosan lendültek játékba. A játékos kérdezni egy pillanat. Igen. Fejlődött a bajnokság során, tehát a bajnoki szezon folyamán a csapat megítélésed szerint? Igen. Miben? Hát ősszel többnyire idegenben játszottunk, és ez elég szokatlan volt, de szerencsére tavaszra a fontos hazai meccsekre följavultunk, és meg is nyertük sorra azokat. Elhangzott a szó, hogy ősszel, Gazdapusztai Sándor, ősszel nagyon nehéz meccseink voltak, úgy láttuk, ugye? Hát ősszel egy csapatot kellett lényegében alkotni a Kassa Jánosnak, mert én bevallom őszintén, hogy az a csapat még nem igazán volt csapat, ezért csak köszönet és tisztelet az edzőnek. Sajnos a szakosztályvezetés időhiány miatt, itt megemlíteném a szakosztályvezetésnek a másik kiemelkedő tagjait, egyik a Bilszky Gyula vállalkozó úr, a másik pedig a Veszelovszky László úr. Sajnos ketten Budapesten dolgozunk ebből, és mint vállalkozó a Gyula is sajnos nagyon keveset tudott időben szakítani, így a csapattal végzett munka tulajdonképpen két emberre hárult. Egyik a Veszelovszky János, vagy László barátom, a másik pedig a Kassa János edzőre hárult a csapattal közvetlen a napi foglalkozás. Nekünk a másik oldal maradt, hogy a csapatnak biztosítani a lehetőségeket a versenyeztetése, illetve az edzésre. Erre még visszatérünk a lehetőségekre. A mestertől érdeklődnék egyrészt az, hogy hány edzést tart a lányoknak az MB2-ben, és mi volt az oka időnként annak, hogy viszonylag nyerő pozícióban kapkodni kezdtek a lányok? Az első kérdésre a válasz, heti 3 edzés volt. Ezt télen, főleg az alapozás időszakban az úgy oldottuk meg, hogy egy alkalommal az edzőtáborban edzettünk, amihez köszönjük az edzőtábornak, személy szerint Reinig Istvánnak a támogatását, és másik két edzést pedig fönn a gimnáziumban. Ezen kívül a második kérdésre csak az a válaszom, hogy Sándor mondta, hogy 17 éves átlag életkorú csapat. Tehát a fiatalság a magyarázat? Rutintalanság egyrészt, a másrészt pedig az, hogy ha jól megnézzük, magasságban is, meg súlyban is egy kicsit hátrébb voltunk a többi ellenfelekkel szemben, a többség lényegében felnőtt csapatokból állt. Értem. De ennek ellenére én utólag is csak úgy tudom értékelni, hogy a lányokban volt annyi dac, meg tűz, hogy azért ezt a hátrányt leküzdötték, és tényleg én is csak köszönet tudok mondani a lányoknak azért, hogy a 8. helyet meg tudtuk szerezni, és az egy pont az annyit jelentett, hogy lényegében 3 csapat és 18 pontos lett. Igen, tehát nagyon szoros volt a közé. És lényegében 5. helyen is lehetünk volna egy esetleges győzelemmel, amit elvesztettünk valahol. Így van. Zsuzsi, miben voltak jobbak azok, akik előttünk végeztek?
belülről látod, belülről és mégis kívülről. Igen, amit a Jani bácsi is mondott abban, hogy ők rutinosabbak, idősebbek, és hát némely csapattestsúlyban is nehezebb volt nálunk. Hölgyeknél nem igen nyílik ezt emlegetni. Hát, de ez de voltak, igazság, tehát igen. Ebben voltak erősebbek, nagyobbak. Igen, meg gondolom a több edzés munka is számított, hogy gondolom a Győr meg Tatabánya Szombathely tanárképző főiskola, azért ők biztos többet edzenek nálunk. Meg van hátterük, igen. Ugye? Mint szakosztályvezetőnek mi volt a legfőbb gondja? Hát, mint szakosztályvezetőnek elsősorban ugye az anyagi lehetőségek, anyagi szükségszerűségek biztosítása volt a legfőbb gondunk, és itt is elsősorban a pénz előteremtése. Ebben újra kiemelném a Komáromi Lajost, aki rendkívül, hogy mondjam, teljes szélességgel kiállt a kézilabda csapat mellett, de én azt hiszem, hogy a Lajos nem csak a kézilabda csapat mellett állt ki, hanem más sportágoknál hasonló lelkesedéssel viszi ezt a sportmozgalmat. Közben kérdezték, sokba kerül a kézilabda az MB2-ben? Tehát mi az a legnagyobb, mi okozza a legnagyobb költséget? Mi kerül a legtöbbe? Hát a kézilabda csapatunk úgy kezdett, hogy tulajdonképpen volt egy melegítőnk, meg egy másfél garnitúra, hangsúlyozom, másfél garnitúra mezünk. Ennek a lehetőséget megoldottuk úgy, hogy a Güntner Tata Kft-t, a puskázok közül, mert Isten igazából... Szerencsés a szakosztályvezető, mert sok szponzora van ezeket, mint a csapatnak a felkelőjében. Kaptunk tavasz, az őszi idényben kaptunk nagyon jelentős segítséget, amiből meg tudtunk venni egységes szerelést. Végre a csapatunk úgy néz ki, ahogy kinéz. És ez azért sokat számított, kaptunk melegítőre pénzt, és jelentős összeggel támogatta a Güntner Tata Kft. A női kézilabda csapatot. Ebben azért nem kis szerepe van a Tata kézilabda sportjának, egy nagy öregének, és én itt ki akarnám emelni, és Jóskának, kis Jóskának megköszönném ezt a segítséget, aki hosszú-hosszú évekig a Tata kézilabdájáért rengeteget tett. Most kicsit visszavonult a Jóska, amit nagyon-nagyon sajnálok, és itt kérem Jóskát, hogy azért legyen velünk, hogyha esetleg hallanád. Nem csak az anyagi háttér biztosításában, hanem amennyiben időd engedi, akkor egyéb segítséget is szeretnénk tőled várni. Itt szeretném megemlíteni egyúttal a többi szponzorunkat is, mert azért nem tudom, a többiekről sem szabad elfelejtkeznünk. Ismét olvasok, megmondom miért, mert nem szeretném, ha valaki kimaradna, és ez szigorúan tilos az én pozíciómban, nem azért, mintha nagyon nagy pozíció van, hanem az a kis 10.000 forint is nagyon sokat számít, amit egy-egy szponzortól kapunk. Így legfőbb szponzorunk volt a Güntner Tata Kft., itt a Schwarzenberger István urat említeném meg, és a Kis Jóska urat, akiknek köszönöm. Nem csak anyagi segítséget kaptunk, hanem valahol egy kicsit, én is úgy vagyok vele, mint annak idején Piszkos Földi kapitány, hogy ugye amikor, nem biztos sokan ismerik azt a, amikor ellopták azt a hadihajót, és volt végre felettese, én is úgy nézek a Gyulára, a Bilszki Gyulára, hogy végre van egy felettesem, akire én föl tudok nézni, és engem parancsokat ad, és néha nagyon-nagyon keményen kioszt, ezt is köszönöm, és nagyon ritkán nem megérdemelten. Nagyon sokat segített két nagyon jelentős cég, egyik a Pharmachem gyógyszerkereskedelmi részvénytársak. Itt köszönetet mondok szintén két embernek, az egyik a Polgár József vezérigazgató úr, a másik pedig azt hiszem, hogy ő legalább annyira ismert a kézilabda sportjába, Galbicska Péter. Gondolom, sajnos, itt a szállításról volt szó. Itt a igen. Szállításról, valamint Bányoszki János ezredes úrnak, ha alul rangoltam, akkor elnézést kérek tőle, a megyei tűzoltó parancsnokság szintén mind a ketten meg segítettek nekünk az utaztatásba. Egyébként, akinek még külön köszönetet kell mondanom, az a Tatai edzőtábor. Itt a Pap Sándor úrnak és elsősorban Reining úrnak köszönetet mondok. A Kulacs Kft. Szintén nyújtott támogatást, és a Tatai építők, Tanép építők Kft. Vörös Vince úrnak is szintén megköszönöm a támogatását. És újra megkérném Tata vezetőit, már gazdasági vezetőit, hogy ez a csapat jövőre is MB2-ben fog szerepelni. Nagyon örülnénk neki, hogyha
szponzorként szerepelhetnének. Ezért tudunk nekik biztosítani a TAC pályán reklám lehetőséget, a mezen reklám lehetőséget, és amennyiben nyilvános szerepléshez jutok, itt megköszönjük a Tatai Televíziónak a szponzorálását ilyen szempontból, hogy... Nem hiszem, hogy szponzorként lépnénk fel, mi azt hiszem azt vállaltuk hivatásunkként, hogy a tatai sportról tudósítunk és segítjük azt. Végére értünk egyébként. Nem szokásunk reklámozni, de aki a tatai sport érdekében tesz valamit, azt hiszem megérdemli, hogy szerepeljen legalább a neve a képernyőn. Tehát van még a szakosztályvezető noteszában valaki, akinek megköszönöm. Hát én mindenkinek megköszönöm, aki eljött, és egy érdekes dolgot mondok el, labdarúgók után mi nekünk volt a legtöbb jegybevételünk, de én még mindig hiányolom, és itt a mellékelt képeket lehet, hogy éppen nem jön, de nézzünk oda a nézőtérre. Nem csak szponzorokat várok, hanem nagyon szeretném, hogyha mellettem ott mások is kiabálnának, mert én mindig ott ülök a nézőtérnek ezen az oldalán, és kérném szépen, hogy üljenek mellém, és ha én kiabálok, akkor kiabáljanak velünk, mert a lányaink megérdemlik. Köszönöm szépen a mester, ez egy nagyon szép és hosszú hozzászólás volt, de még egyszer hangsúlyozom, megérte a mestertől érdeklődni. Kik voltak a csapat húzó emberei, ki dobta a legtöbb gólt például? Ha többen, akkor több nevet szeretnék hallani. Lényegében, ha megnézzük az egész éves szereplést, csapatmunka folyt nálunk, de kiemelném Gazdapusztai Rékának, Cságlom Mariannak és Veszelovszki Katalinnak a lényegében ezek hárman lőtték a legtöbb gólt. Ezen kívül még szeretnék egy kiegészítést tenni a költségvetése kapcsolatban, mert összegben azért nem merült föl. Szóval nem egy olcsó játék ez. Hát akkor hangozik. Mondom, körülbelül egy 1 millió forintos éves szinten. Na most vannak olyan gazdák. Ennek a fele körülbelül az utazás, ami elmenne, hogyha nem lenne a nagy támogatás, ami a utazásunkkal kapcsolatos. A másik része pedig a játékvezetők, étkeztetés, felszerelés, és manapság már minden drága. Jó, hát legalább, hogy az arányokkal tisztában legyünk. Hadd mondjak még azért megkértet, a János itt nagyon elhallgatta, vannak személyi költségeink is, és nagyon szerény jövedelmet tudunk biztosítani az edzőnek, tényleg szinte társadalmi munkában végzi a munkát, de ami még jelentős költség nekünk a terembérlet. És itt köszönjük a Tatai Gimnáziumnak, hogy viszonylag, hagyd mondjam, szinte önköltségi ár alatt biztosítja a tornatermet, viszont mi tudunk nekik annyit viszont adni, hogy a Tatai Gimnázium kézilabda csapata az országos döntőbe szerepelt, amit gerincét talán a Tatai Honvéd Atlétikai Klubnak a kézilabda csapata. Többek között a jelenlévő kapusunk vezérletével értek el, és ehhez külön gratulálunk, hogy nem csak egy mezben tudnak ezek a lányok, nem csak egy mezben tudnak és szeretnek kézilabdázni, hanem egyszerűen csak kézilabdázni szeretnek. És én nekem, amikor az átalakulás volt, akkor is az volt, hogy teljesen mindegy, hogy milyen mezben játszunk, mi van ráírva a trikónkra. Ezek a lányok imádják ezt a sportot, Tatának szüksége van kézilabdára. Én még emlékszem évekkel ezelőtt, amikor százával voltak kint a mérkőzésen, még a TAC pályán. Szeretnék én is olyan közönséget oda fölcsalogatni. Ha valaki azt mondja, hogy nem tud fölmászni a dombra, akkor én lemegyek érte, megígérem kocsival, és fölviszem oda a gimnázium tornacsarnokához. Egyetlen rövid kérdés maradt a végére, hogyan tovább? Tőled kérdezem, Zsuzsi, mert én valamit tudok. Szeretnénk továbbra is jól szerepelni az MB2-ben, egy kicsit előrébb végezni, mint idén. És egy rövidebb távú célod is van, azt hiszem, holnapra? Igen, holnap érettségizem. Mester, csak egy rövid helyezést a következő évadban mivel lenne elégedett? Nagyon elégedett lennék, hogyha a középmezőnyben tudnánk végezni. És a szakosztályvezető? Én szeretném, hogyha a biztos bennmaradónál kicsivel előrébb végeznénk. Én gondolok, hogy az első 6 hely közül bármelyikkel elégedett lennék. Ez már ez egy 2 helyes előrelépést mutat. Én gratulálok és köszönöm mind a Jánosnak, és egy készfogás a televízió előtt. Gratulálok neked is, és gratulálok a csapatkapitánynak. Egyetlen kiegészítés, hogy nagyon nagy erősítés volt, hogy Csirke Rita újra kezdte a BD-st. Őt elfelejtette a János megemlíteni, valószínűleg már csak a második fél időbe állt be. Ezzel egy nagy gond hárult el, ugyanis Zsuzsi, hát nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy egy kicsit az egyetem felé kacsingat, és nagyon-nagyon komoly esélyei vannak, hogy elhagyja Tatát.
amihez egyik oldalról fáj a mi szívünk, a másik oldalról meg azt mondjuk. Ez a baj a nevelő egyesületeknek. Én megköszönöm a stúdió vendégeinknek, hogy befáradtak ide a stúdióba, és egy nagyon jó idényt kívánok, egy következő idényt ígérem, amikor alkalmunk, az természetesen jövőre is ellátogatunk a TAC MB2-es női kézilabda csapatának mérkőzéseire. Befejezésül a jövő heti adásunkban terveink szerint a fogadhajtó versenyről láthatnak egy tudósítást, és a Vasért maratonról is egy hosszabb filmanyagot tervezünk. Ismétlésünk holnap 9 és 17 órakor lesz. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszontlátásra!